51 néhány percig nagyon jól tartottuk magunkat, és a végén nem sikerült belülni az ígyszereket, kialakítani a helyzetet az utolsó 5-10 percben, most már valami szenzációs védéseket mutatott be, és hát ezen múlott igazából, azt gondolom. Ugye 5 góllal is vezettetek a második fél időben, mi romlott el a végére a játékotokban? Talán a pontosság nem volt annyira jó, pontatlanok lettünk a leosztásokba, a helyzet kihasználásokba, de azt gondolom, hogy ezt azért, aki lehet a tévén keresztül nem lehetett annyira látni, de aki itt a helyszínen volt, az érezhette, hogy a végére nagyon jön, és tudtuk is, hogy jönni fog ez a kijátszás, hiszen hazai pályán nagyon, nagyon erős, és tényleg egy teltház volt mögötte, és szinte belehajszolták őket a győzelembe. Azt gondolom, hogy ugyanolyan nehéz lett volna a Zágráb ellen is a továbbjutás, mint a Kiel ellen, hiszen ott is Zágrában is egy 20 000-es aréna van, Kielben egy 18 000-es aréna, és mind a két helyen teltház vár ránk, és valószínűleg majd az idegenbeli mérkőzésen fog eldőlni, hogy tovább tudunk jutni, vagy nem. Ott nagyon jól kell szerepelni, és akkor hazai pályán meghozni a győzelmet. Nem alulértékelve és lebecsülve ezt a Kielt, azt gondolom, hogy ebben az évben több esélyünk van, mint tavaly volt. Ez nagyon jól fel kell készülnünk, és tényleg egy extra mérkőzés kell majd játszanunk ott Kielben, és majd hazai pályán saját szurkolóinkkal behúzni a mérkőzést.